Az iskola udvarán a méz királynő mesélt a gyerekeknek a méz jótékony hatásairól, az épületben pedig mézzel készült ételeket kóstolhattak a diákok. Ők is készültek, méhecskéknek öltözve táncoltak, és az aulát is a méheket és a mézet jelképező sárga, fekete dekorációval díszítették fel a mézes reggeli alkalmából. A mézes reggeli nevű kezdeményezés 2007-ben Szlovéniából indult. Magyarország 2014-ben csatlakozott, már akkor is több tucat iskolában kínáltak ingyen mézet a gyerekeknek. A méhészek, azóta pedig a csatlakozó intézmények száma meg sokszorozódott. Túléptük az 1200 helyszínt ma, ahol mézet kóstoltattak a méhészek, és közelítünk, néhány ezer gyermek hiányzik, hogy a 200 ezer számot elérjük. Az Agrárminisztérium az Agrárkamarával közösen december közepéig folyamatosan tart majd mézes reggeliket az országiskoláiban és óvodáiban, valamint a mézet és a mézfogyasztás népszerűsítő programokat szerveznek. Fontos dolog, hogy mindezt tegyük, hiszen az, hogy a gyerekeknek fölhívjuk a figyelmét arra, hogy a méz nagyon egészséges termék, hogy megvan benne minden, ami sejtjeink működéséhez szükséges, hogy ilyenkor ősszel az immunerősítésre végtelenül szükség van így az influenza szezon kezdetén, hogy erősebbek legyünk. A magyar mézfogyasztás bár az elmúlt években nőtt, még mindig elmarad a nyugat-európaitól. Míg itthon nagyjából 1 kg-ot fogyaszt ebből az élelmiszerből egy fő évente, addig nyugaton ez a szám 1,7 kg körül van.